Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, következzék egy kis Yu-Gi-Oh! Lamparty drága Csipa bácsival. Ja, Csipa bácsi, nyugodtan elárulhatjuk, hogy a bátyját hívta ki igazából. Na jó, meg látják is, hogy fent ott a Csipa, vagy hát az én nevem, meg a te neved. Tehát egy igazából egy ilyen nagyon ügyes kis, roppant furmányos, kooperatív kártyajáték alázás lesz ez. És mivel az én gépem a gazdagép és nem a vendéggép, ezért a kőpapi rollónál nekem kell elsőként választani. Úgyhogy legyen ez. Akkor én meg ezt nyomom. Hát, de úgyse számítok kőpapi rolló, mert... De várjál, te... Akkor legyünk normálisak, tisztességesek. Te szeretsz elsőnek menni, igen. Leszek második. Azért mondom, hogy nem nagyon számított ez a kőpapi rollósdi. Na, akkor kezdjük már is. Lefordítunk egy lapocskát. Ezt meg kirakjuk támadóba. Az igen. De ez... Át is adom a kört. De ez visszafordul a védelmében a szemét geciládája, nem? Nem, ez nem olyan. Megvan ez a lapot a szemét. Persze, megnyertem. Nem, ha egyszer megtámadsz egy szörnyet, akkor 200-zal lemegy a támadó pontja. De életpontot közvetlen nem tud támadni ez a szörny. Na, fasza. Na most várom Csabikára, hogy mit dob. Hát, igen. Mert fosik, hogy leverem. Igen, mert én nem alakítottam át a paklimat, 100 éve nem játszottam, neked meg egy csomó jó lapod van. Hát most igazából, nem egy csomó, inkább, hanem egy pár. Igazából tök mindegy, hogy mit csinálok most, mert... Hát, bazd meg. Gyorsan kéne dönteni, hát az úgy sincs értelme, lemegy. Hát akkor tök mindegy, hogy ha védekező szörnyet ütsz le, akkor is izé? Akkor is. Jó, akkor... Csak szörnyet támadjam. A következő taktika az lesz, hogy maradjanak ilyenek. Na jó, hát akkor muszáj lesz védekezni. Ez pedig... Várjunk. Na, tedd le a tükörképet. És hát fordítsd le a tükörképet. Tudom, hogy kihúztad. Jó, tehát akkor az a lényeg... Az a baj, kurva lassan gondolkodok, mindegy, ezt még nem teszem le. De nem is sebzi, bazd meg. Ó, köszönjük az 500 életpontot. Anyád! Hát ennek a lapnak sok értelme nem volt. Hát az biztos. Nem baj, hallod, amúgy éreztem, hogy ezt a lapot be kell raknom. Nem tudtam mit csinál, mert nem tudok angolul, megmondom az őszintén. Nem baj, most egy ilyen kis hülye kis fordulat létrejött a játékba. Nem baj, hát akkor ezt kiveszik a frázba majd a pakliból. Ez sokat nem ért ez a hülyeség. Nem baj. Most egy picikét kaptál előnyt. Nekem volt egy ilyen bakim. De nem, de hallod, de akkor mi értelme ennek a hülye lapnak, ennek a disznó lapnak? Tudod mi értelme annak a lapnak, fiam? Ez. Hát ennek sok akarodjon értelme. Akarodjon az élet. Hát igen, sok értelme volt, ne növelgesed itt a pontjaidat, bazd meg. És akkor értelemszerűen... Ki tudja milyen varázsos csapdakártyán van még itt? Talomba? Hát, bazd meg, majd meglátjuk. Egy lapon nagyon gondolkozok, ezt gyorsan átgondoljuk még egyszer. Gyorsan, mert fáj a seggem. Hát mindegy. Úgy érzem, hogy erre még hol volna szükség. Én úgy ülök, mint patuska. Mi van? Én meg úgy, mint Turi Tamás. Lehet nem is látszódok annyira, remélem, hogy látszódni fogok. Szevasztok, gyerekek! Na támadjál, hogy dögöljön már meg végre. Az a szarházi, menjen le a támadója. Úristen, nem tudta, hogy én mit tervezek, fiacskám? Na, tervezgessé csak. Hány lapos? Ja, neked több lap van a pakliba. Na, 73 volt, hogy mennyi. És pefegés, mert... Hát 67 meg 6. A legjobbkor jött föl számomra egy lap. Hihetetlen fordulatok az önök életében, kedves nézőim. És akkor... Ki a faszom, a emberevő bogár vagy a pingvinkatona? Áj, bazd meg, mit csinálják, várjál. Ennek nem sok értelme van, még lehet, hogy ez később talomba. Jól van. Amúgy rohadtul megfelelkezek arra, hogy veszem a pofámat. Nem baj. Látszódjunk, az a lényeg. Amatőr videósok vagyunk, ez van. Bizonyám. És hát videósok, tehát én nem vagyok az.
A faszomat abba a szarba, bazd meg. Kurva életben, nem hiszem el. Anyád! Nem baj, hát most megúsztad. Pedig most tudtam volna abálni az életpontodat, ha inkább ezzel támadok. Assza meg. Nem baj, ja, még kicsit mi őrizzük. Mi azt csináljak, bazd meg? Hát, hogy mit csinálja? Rakja a tükörképet. Nem, most, most muszáj lesz húzni az időt. Akkor Master Reborn. Hát muszáj. Hát ja, nem jöttek fel jó lapjaid. Hát mondom, hogy itten csúnya alázás lesz. Nem az a lényeg, hanem... Nem kasztíja vagyok? Nem, most itt muszáj lesz a következőt csinálni. Úgyhogy megmondom itt nektek, kedves nézők, hogy... Mi nem szar Hearthstone-ozunk. Ha valaki szereti, akkor elnézést, de nekem nem jött be az a játék. A jó régi Yu-Gi-Oh az igazi. Nem, hát valljuk be őszintén, hogy az ostoba emberek, akik nem szeretnek gondolkodni, azok az egyszerű játékokat szeretik. Mi ezt az egyszerű játékot kedveljük. Hát igen. Szerintem ez eléggé kultusz ahhoz, hogy videó készülhessen egy meccsről. Valahogy életpontot kell spórolni. Nem baj, nekem addig a szörny hadseregem gyülekezik. Nem jó úgy ülni, mint Patuska, megfájdul a seggizmod. Ez van. Most nem tudom, hogy... Közben addig reklámozunk egy kicsit, az Oriflame North Foreman tusfürdője, nagyon kirek, próbáljátok ki egyszer. Nagyon jó, nem szabad. Nehogy azért aztán tiltsanak, bazd meg. Nem, azt csináljak a kurva életbe. És ha bemutatom a... Ja, azt nem tudom. Na mindig. Öcsém. Nem baj, most már kéne egy új paródia videót csinálni. Nem, várjál, Meri. Aha, oké, jó van. Aha, tükörkép, ez az. Az a baj, hogy... Nincsen baj, támadj, vagy mikor, mikor tudok baszkézélni? Nem, mert lehet, hogy ez hülye lépés, az nem, bazd meg. Most szarak a leosztások, meg hát ugye. De ez kurva jó volt, hogy leraktad a izét. Mit? A 2000 szörnyet, az kapásból 1000 lett belőle. Ja, hát ez nagyon gyönyörű volt. Nem tudom, hogy nem tudtam, mi az effektje. Na. Ja, csak ilyen csapdalap. Kis életpont spórolás, tudod, muszáj. Na, ne te kölyé. Attól függ, hogy... Te mit tervezel? Mondjuk ezt hamarabb kellett volna bevessem. Úristen. Na, öljünk egy kicsit. Káoponya szörny, gyerünk te dolgódra. Next player's turn. Istenem. Jó, hát még egy kört megúszok. Ha nem jön fel semmi, akkor spoiler, de lehet, hogy akkor elbaszkuráltuk a dolgot. De most nem volt egy szerencsés. Mert nagyon kvaszályos kis lapok lennének, csak nem most. Nem baj, úgy hallod, úgyis 9 perce megy a izé. Ha gyorsan levelnek, akkor még egyre lesz idő. Hát csak az nehogy 100 évig tartson. Hát ki tudja. Majd visszavágunk. Kibaszok veled, az nyertél egy csomó ilyen gané lapot te. Mi ez ma? Hát ez már így káó. Hát az hát. Mondta, hogy találzás lesz. 8000. Gyenge a paklim. Gyenge a pecsle. Nem, mert mindig csak Yugi ellen játszottál. Hát de jó lapjaim vannak, hát nem meg mentjük Kai-ba, el. Kai-ba meg Joy-jel is mindig mentem. Nem mentjük el a duelt. De várjál, neked ilyenkor most kilépett, vagy mi történt? Ki, bizony. Most a menübe vagyok. Na várj, akkor gyors megcsinálok még egy játékot, várjál. Mondjuk lépjél, te is csináljad addig a two player módot, hogy... Csinálom. Le is okéztem. Guest. Na,
újabb kőpapi rólójászma. Lehet, hogy nem kellett volna átadjam a kört, mi? Nem baj, úgyis én kezdek megint. Erre gondoltam, hogy elkúrtam azzal, hogy te legyél az első. Úristen. Na, kezdjük. Hú-hú. Na várjál, ez a lap. Egyiknél se. Aha, akkor fasza. Jó. És te jössz, fiam. Jó, akkor bevetjük a Humberlert, a Gyulai Humberlert. Se vártak, gyerekek. Aztán kúrunk egy ilyet. Ó, te szemét. Aminek az lesz a... de hülye vagyok, nem jól csináltam, na mindegy. Hát ennek sok értelme nem volt. Amit terveztem, na mindegy. Na mi van? Hát támadunk. Ne agyalj túl sokat. Nem, hát muszáj átgondolni. Jó. És visszakerül hozzád, semmit nem értem vele, max egy életpontod ment lejjebb. Hát én most elárulom, hogy nagy hülyeséget csináltál, mert flippelheti volna, és akkor így az effektje eltűnik ennek a szörnynek. Hát mit is tud? A négy csillagosokat kiírtja. Tudod, ezt élőben is találkoztál. Na de figyelj már, de... Ja, hogyan? Aha, az ellenfélnek a négy csillagosait, az nem mindegy. Bár ha flippelted volna, nem történik semmi, de az effektjeinek annyi lett volna. És én nem tudtam volna alkalmazni. Na, akkor gyerek agylóka. Én is pont ugyanezt húztam fel. Mondjuk igaz, hogy kagyló, de nekem olyan, mint valami ékszereket lenyelt húsevő virágra hasonlító hamburger. Ne, tudom, hogy van egy hamburger kinézetű lap a Yu-Gi-Oh-ba. Csak az fúziós. Húha. Na. Vállaljuk be. Ez konkrétan ez a csapdára pat csinálja, hogy... Hát lehet, hogy elolvastam. Hatástalanítja az összes szünet, akik effekttel rendelkeznek. Fasza. Kurva jó. Tehát most... amilyen szörnyednek van effektje, mint mondjuk emberevű bogár vagy ilyesmi, az lófas se ér most. Hát akkor kurva ügyesek leszünk, és csinálunk egy ilyet. És pont van egy olyan szörnye. Meg egy ilyet. Pont egy olyan szörny, ezt tudom. Milyen szar röhögés volt. Zafar Amin. Nem mi ez a szag? Nem akarsz a tribute-ot, egy kis tribute-ot? Nem tök tribute ez. Nem tudsz? Nem tudok. Olyan szörnyet sincs, a fene egyen meg. Mindjárt, na mit fordítasz? Nézzük már. Nem a... Ezt kicsit hamar használtam el, de hát... Valamit tenni kell. Nem meg, megint én állok szarabbul. Kakál. Mondjuk jó hülyén néz ki, hogy itt... Nem, hát... Kicsit hülyén néz ki, hogy itt... Izélek. Dudorászok a zenéről, az lehet nem is egy időben halad a két zene. És nem egyszerre szólnak. Hát az most talon, és akkor csináltunk egy ilyet. De bazd meg, mi ez a 600 lefordított lap? Nem mindegy, mert úgyis megtudod őket. Hát majd szépen megnézem izével. Kivarázslóval. Óha. Hát most kellenek a szörnyek. Jó, van az. Na, mi lesz? De várjál már, lehet, hogy nem nekem fogja most levinni. Micsa? Várjál, csend legyen. Gondolkodok. Ja, hát ez csak a... Jó. Akkor semmi. Úristen, 200 életpont. Nem baj, fiam. Legyen neked húsvét. Legyen neked gyereknap, ami állítólag még ma is tart. Legyen karácsonyunk húsvétkor. Meg legyen szülinapod szentestén. Jó, az nekem van. Tegyünk egy próbát. Mi van? Ja? Hát csodálkoztam, hogy miért nem tudok támadni. Most már lehet? Most már lehet.
A fene, egye meg. Vállaljuk be. A kurva életbe. Ez ezt csinálja? Aha, yes. 700-zal leviszi a támadóját a szörnynek, ha támad. Na, mit szeretné még? Várjál, idézem, tök az meg. Védekezni még tudsz egy ideig. Az meg, hát de nem tudok kirakni most. Ha most már szörnyet nem tudsz. Hát de nem is sebzett, bazd meg! Hát te bazd meg! Hát én megnéztem, hogy veszem még a kamera, bassza meg. Hát én meg nem fogom. Nem fogok itt bózkodni tükörrel. Ja, ez igen. Tehát akkor nincs effekt. Azt figyelembe kell vegyem most. Ó, tényleg. Ohohohoho. A fekete erdők boszorkánya. Annak sincs most effektje akkor. Nem tudok hozni szörnyet. Na lássuk. Ilyenkor magammal is kibaszok. Lássuk, mit bújtatsz az első helyen. Aha. Hát kurva életbe. Így rakjál le majd szörnyet. De most már ezt így elbasztad, mert akkor így tudom, hogy mit csináljak. Igen? Hát de hát raktam le szörnyet, azt nem aktiváltad. Mi vezérelt? Na, az meg hát... Hát ha tribute-ozni akarsz, talán. Észszerűbb elhasználni arra a trap-ot. Szerintem... De nem trap-hole, trap-hole. Mert az angolok nem használnak T betűt. C betű. Na. Nem, R betűt nem adnak ki a hangukon. Ez sokat nem ért, mert összekevertem a támadót a védelmi ponttal, nem baj. Nem baj az. Au. De várjál már. Működik az effekt. Na nézzük, kit hozzunk vissza. Vagy kit hozzunk? A pakliból kit. Lehet, hogy az a lap. Ahaha, szervasz Jinzo. Lehet, hogy ez csak a flip effekteket... A flip effektekről. Ja, hát ott van, hogy ott van egy flip effekt monster. Akkor igen. Na, mit csinálsz még? Nem tudsz már más csinálni. Hát nem. Ezt még talomba teszik, mert annyira nem vagyok még nagy szarban. Jól van. Szóval so, trap hole. Na, először is ezt aktiváljuk. Ez mit is csinálja, hogy vagy erősít, vagy gyengít? Ez most gyengíti a tiédet. Aha. De jó. Direkt akartam így. Aha. Mert így ki tudom nyírni a védelmedet. Hú, az meg. Remélem valami normális feljön, de hát az baj, hogy akkor meg kibaszol velem, de... Na mindegy. Mennyi ideje megy? 18 perc. Hát, úgy látszik. Mert emlékszem, hogy 0 óra 11-kor kezdtük el. Nem baj, fél órás elég lesz. Az a lényeg, hogy... Mivel ugye azt most még nem játszhatom meg, és ez most kicsit... Na mindegy, csak próbálok gondolkodni hangosan. Nem baj, én is most gondolkozok magamban hangosan, hogy... Most vagy kibasszak magammal, vagy ne. Mert most ki tudnék baszni magammal részben, de részben nem. Figyelj, bevállalom. Nem érdekel. Mert a Jinzo azt mit csinál? Az összes csapdarabot hatástalanítja. Az kurva jó. És most annak ellenére lenn maradnak a mezőn. Nem baj. Ja. Jézus Mária. Bazd meg. Te akkor megint vesztettem. Anyád! Nem. Hát számoljál már. Még marad életpontod. Ja, igen, mert beszoktad, mert rosszal támadtál először. De akkor is még lett volna egy köröd, mert 3200-at tudta volna levinni, csak max. Megint fájs again. Na jó van. Kedves nézők. Következzen, ami már régóta érett. A fekajuk, ne. Jött, megy már Laci is a fény. És 2900, hát bízunk benne. Na nézzük. Na most már jó, hogy aktiválom.
Hát gondoltam, azért csináltam, bazd meg. Most nekem kell imádkozni, hogy következő körben ne basszál ki, hanem egy-két lap van a kezedbe. Nem baj, most ilyen, most jó, hogy itt van nekem. Gyógyító fények kardjai. A kurva picsába. Így jár az, aki... Így jár az, aki túl sok... Mondjuk lehet, hogy a csapdalapot kellett volna, nem baj. Valamit... Hát, gondolkodni ki. Valami faragást azért csináljunk már végre. Nem, hogy védelmibe raktad volna. Nem, hát faragni kell az ajlatpontjait. Hát de nem éri meg az a 450. Dehogy nem. Lehet ez fog kihúzni a szarból. Hát nincs is lapunk már a kezünkbe, baszki. Nem baj, örülök, hogy most egy szörnyet húztam. Hát ez... Ez 2-0 lesz, lehet, hogy 2-0 lesz ez. Hát... Közben nézem a jó kis nőt. Gyerünk. Igen? Kenjed neki. Ó, pont ennek nincs értelme. Támadjál, fiam. Támadok. Úgyis mindegy, én győztem. Your attack triggered my trap card Fracker Branko. Úristen, visszaváltozott a zene. Ennyit értél el vele csak. Aha, persze. Na nem, hogy húztam valami érdemes, értékes lapot. Hát vesztettem. Vesztettél? Mhm. Nem áll. De. Nem hiába, de nem komolyan. Ennyi volt. Bizony. Hát ennyi voltak. Ha egy kicsit, nem baj, legalább nem hoztalak szégyenbe. Bizony. Na jó van, gyerekek, akkor ennyi lett volna ez. Nem akarjuk, hogy egy óra hosszás legyen ez a videó. Úgyhogy te ne így állj ott a háttérbe. De, muszáj. A másik végen. Köszönöm, hogy itt voltatok, gyerekek, majd legközelebb, majd lehet, hogy legyen ennyien meg közben. Lehet, hogy majd izével jövök. Vagy kihívás videóval, vagy paródia. Ennyi. Szevasztok, gyerekek, köszönjél te is. Na, sziasztok, nem kopizunk. Na, szevasztok, gyerekek. Szevasztok, gyerekek. Köszönöm szépen, jó videó.